A védekezésünk az első félidőben nem érte el azt a szintet, amit a legutóbbi meccseken hozni tudtunk. A második félidőben, főleg a harmadik negyedben aztán a csapat fantasztikus védekezést mutatott be. Támadásban nem tudtuk úgy dobni a triplákat, mint szoktuk, a Sopron ugyanis a remek csapat, Gaspar kiváló edző, felkészültek a hármasainkra, kevés tiszta dobóhelyzetünk volt kintről, 16 próbálkozásból 5 triplánk esett. A Sopron ezt jól kontrollálta, mi viszont így a gyűrű alól sokkal eredményesebbek voltunk, mint korábban, az ígyszereinket is jó százalékban tudtuk értékesíteni. Ott vagyunk az elődöntőben, ez volt a minimális célunk, most a legjobbunkra lesz szükség, hogy a tavalyi szezonhoz hasonlóan ismét bejussunk a döntőbe. Ma nagy küzdelemben nyertünk, a Sopron minden energiáját beletette a mérkőzésbe, az utolsó szalmaszálba kapaszkodva. Követtük az előre megbeszélt taktikát, és ez meg is hozta a sikerünket.